Április 13-án rendkívüli testületi ülést hívtak össze Bátaszéken, mert több halaszthatatlan kérdésben kellett döntést hoznia a képviselőknek. Ilyen volt például a közétkeztetés. Szembesítettük a képviselőtestületet azzal a ténnyel, ami az étkeztetés kapcsán egyre nagyobb terhet jelent a városnak. Egyre több szolgáltató jelzi, hogy a tavaly novemberben lefolytatott közbeszerzési eljárás szerinti beszállítási árakat nem tudja tartani. A szerződésben ugyan lehetőség van arra, hogy 25%-kal emelje, de 25% sem fedi le jelen pillanatban a költségeket. Tehát most már szinte minden egyes tételnél, ami a konyha beszerzése során történik, 40-50, sőt 60%-os beszerzési díjnövekedéssel kell kalkulálni. Díjemelésre jelen pillanatban még nincs lehetőség. Megvizsgáltuk azt, hogy a vendégebédnél, ami 135 embert érint, milyen veszteség keletkezik a város költségvetésében, és hát tapasztaljuk azt, hogy ez havi szinten 500 ezer forintos veszteséget jelent, tehát gyakorlatilag a befizetések és a beszerzési árak különbözete az 500 ezer forintos önkormányzati pluszforrást igényel már január 1-től. Ugye az áremelkedések ezt még halmozni fogják, ezért kikértük a testület véleményét, hogy mit évők legyünk, biztosítsuk-e ilyen feltételekkel a vendégebéd szolgáltatást, mert ugye ezt nem kötelező egyébként biztosítani. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy még 2 hónapig, június 30-áig biztosítja a vendégebéd szolgáltatást mindenki számára, annyi minimális korlátozásra, hogy eddig 2 menüből lehetett választani, most visszatérünk az 1 menüs rendszerre, és júniusban megvizsgálja a képviselőtestület egyrészt, hogy a egészségügyi helyzetből adódóan lehet-e esetleg a díjakon majd korrigálni, hogy ez milyen változást eredményez, illetve hogyha továbbiakban is tart az egészségügyi helyzet, vészhelyzet, és nem tudunk díjat emelni, akkor biztosítja a város polgárai számára a vendégebédet. Emellett kiválasztották a rehabilitációs szakmérnököt a Kanizsai Dorottya Általános Iskola energiakorszerűsítéséhez, és döntést hoztak a plébánia ledőlt kerítése miatt megrongálódott járdaszakasz stabilizálására. A plébánia ledőlt kerítése mellett hogyan stabilizáljuk a járdaszakaszt, mivel a plébánia jelen pillanatban nem tervezi anyagi források hiányában a kerítés visszaállítását, viszont meg kell akadályozzuk a baleset veszélyes helyzet kialakulását, mert a járdaszakasz és a terepszint között azért közel 80 centi szintkülönbség van. Erre biztosítunk 600 ezer forintot a költségvetésből. A másik, legtöbb vitát generáló téma az volt, hogy milyen műszaki tartalommal és szolgáltatási körrel valósuljon meg az idősek nappali ellátására fenntartott épület felújítása. Ezt a TOP Plus pályázat benyújtási határideje miatt volt sürgős megtárgyalni. 4 változatot terjesztettünk a képviselőtestület elé. Ez a 4 változat különböző műszaki és szolgáltatási köröket foglalt magába. Az első változat az gyakorlatilag egy teljesen új, modern, 2-szintes épületet foglalt magába, ahol 30 fő idősellátása, 10 fő demensellátása, fizikoterápiás szolgáltatás, gyógytorna szolgáltatás, népkonyha szolgáltatás feltételeit tudtuk volna kialakítani, és mindegy 1500 négyzetméter felületet hoztunk volna létre. Ez egy komplett elképzelést és ötletet foglalt magába. A bekerülési költsége az viszont igen magasnak tűnik a számok alapján, meghaladja a 600 millió forintot jelen pillanatban tervező költségbecslés alapján. A második változat ugyanezt az elképzelést már 2 ütemre bontva tartalmazta, hogy első ütemben valósuljon meg maga az épületnek, a teljes épületnek a megépítése, de csak az alsó szintet vegyük birtokba, és alakítsunk ki 30 fő nappali ellátást magába foglaló szolgáltatási területet, és biztosítsuk a fizikoterápiát, biztosítsuk a gyógytorna szolgáltatást és a népkonyha szolgáltatást. Ez mintegy 420 millió forintos bekerülési költséggel van prognosztizálva most, és ennek a második üteme lett volna a tetőtérnek a beépítése, melyel ki tudott volna alakulni már a földszinten egy 10 fő demensellátásra, és az emeletre fel tudott volna költözni a szolgáltatás ellátó személyzettel kapcsolatos irodák és vizes blokkok. A harmadik variáció ezeknél jóval egyszerűbb, de még mindig egy új épület létrehozását jelenteni. Utcafronton kialakítjuk az új épület struktúrát, ami csak és kizárólag 30 fő nappali ellátásának
szolgáltatását és ahhoz kapcsolódó helyiségeket tartalmazta volna. Ez is olyan 380 millió forint körüli bekerülési költséget jelentett volna. Míg a negyedik variáció, amivel megismertettük a képviselőtestületet, az azt tartalmazza, hogy ennek a régi épületnek a fő szárnya az megmaradna, az kerülne átépítésre, és két oldalról hozzáépítve bizonyos épületegységeket biztosítanánk 30 fő nappalellátást, 10 fő demensellátást, illetve az ezzel kapcsolatos kiszolgáló helyiségeket, de már nem férne ebbe az épületbe be a fizikoterápiás ellátás, nem férne be a gyógytorna szolgáltatás biztosító ellátás, és nem férne be a népkonyha ellátása sem. Hát élénk vita alakult ki ebben a témában. A szakma is, és gyakorlatilag az én elképzelésem is ezt is nyújtottam be a képviselőtestület elé, hogy a B-változatot támogassuk, azaz építsünk egy teljesen modern új épületet, bontsuk két ütemre megvalósítását, és mind a két ütemre kérjünk egyszerre forrásokat a pályázat kiírójától. Míg képviselőtársak elsősorban a Fidesz részéről a D-változatot támogatták, azaz, hogy a meglévő épület maradjon meg, azt építsük át, és gyakorlatilag tegyünk mellé még épületegységeket. Hosszas vita alapján végül is abban döntött a képviselőtestület többségi szavazása, hogy a D-verzió lesz az, amit támogatni fog. Az indoklás az volt, hogy próbáljanak meg 400 millió forintos keretösszeg körül maradni, hiszen első körben ennyi a pályázat maximális támogatási összege.